Sziasztok, sziasztok! Itt Miharu, és kezdjük is el egy olyan játékkal, aminek engem nagyon megfogott, már kb. 3 napja játszok vele, nem, most már 4. És ez egy ingyenes játék, tehát, és elmondom egyébként majd az előnyöket is, de vessük bele magunkat is először is ebbe a csodajátékba, mert a címben is tudjátok egyébként, ez a Genshin Impact, és... Azt kell mondanom első sorban, hogy nekem, amikor először megláttam a játékot és kipróbáltam, akkor azt kell mondanom, hogy hát nekem nagyon Zelda kopi, de nagyon durván, és nagyon sok minden ugyanaz egyéb. Hát nem azt mondanom, de nagyon-nagyon hasonló, inkább azt mondanám, mert az ugyanaz az egy kicsit erős lenne, de nagyjából még azt is lehetne már nagyjából mondani rá. Na, viszont, aki szereti az animét, vagy esetleg nem is az, hogy szereti, de kedveli ezt a világot, annak ez a játék fantasztikus lesz, illetve én nagyon szeretem a Zeldát is, szóval az animékkel ugye, mondjuk, hogy hadélában állok, nincsen bajom velük, de amúgy nem nézek, mert nagyon finnyes vagyok. Viszont ez a játék nagyon megfogott, lehet azért a Zelda beütése miatt, de egyébként lássuk is, hogy miről van szó. Nos, a lényeg az, hogy ez a játék, be se raktam, csodálatos ügyes vagyok, na mindegy, engedjétek el, én már csak ilyen vagyok. Ez a játék, azt kell mondanom, hogy teljes mértékben megfogott. Jelenleg ez a játék ingyenes, tehát, hogy senkinek nem kell fizetnie azért, hogy ezt a játékot letöltsük. A játszható ugye a számítógépen, én most jelenleg azon játszom, de rajta van a telefonon is. És ráadásul, akinek van PlayStation-je, mint nekem, úgyhogy ha megunom a banánt, akkor fogom magam, akár útközben is lehet játszani, hiszen jó, hát internetkapcsolat szükséges hozzá, viszont ugye mostanában a mobil internetek korában, ahol már korlátlanok vannak, meg egész jó netek vannak, igazából nem tudom, hogy fogyasztásilag mennyi, de úgy tudom, hogy nem sokat fogyaszt, de ezt nem merem kijelenteni 100%-osan. Viszont a lényeg az, hogy ez a játékkal igazából mind iOS-en, illetve androidos készüléken is lehet játszani, úgyhogy nyugodtan el lehet tölteni. Azt az el kell mondanom egyébként, hogy letöltöd, igenem, de fel is kell telepíteni kell be a játék, egyébként telefonra ilyen 6 gigát ölel fel, szóval nem egy kevés tárhelyű játék, viszont amit kapsz cserébe, majd tudni fogod, hogy what, miért. Számítógépen egyébként az a helyzet, hogy ezen a platformon, hogy sokkal többet, inkább ilyen 14 giga, azt hiszem, meg szerintem jönnek majd bele frissítések, szóval kb. Így kell kalkulálni. Illetve ugye van ugye PlayStation-on még nem töltöttem le, de kb. Hasonló gép, ugye, tehát nem az, hogy gépigény, tehát kb. Ekkora tárhelyet fog ott is szerintem fogyasztani, mint igazából a számítógépen. Viszont azt el kell mondanom, hogy ami még a legjobb a játékban, ami igazából nekem nagyon extrémen bejön, hogy ahogy játszod, pedeljük fel, nem akarsz felkenni az ágyból. Mit csinálsz? Nincs PlayStation-od, no problem, ott a telefonod. A telefonok egyébként mostában már nagyon jók, szóval nincs ez a probléma. Fogod, letöltöd a játékot, persze testemben, hogyha van elég tárhelyed, letöltöd, játszol. Na de most jön a csavar. Oké. Abba hagyott, kész. Elment. A játék automatikusan ment, tehát neked nem kell mentened ahhoz, hogy persze, ha csatába vagy és úgy lépsz ki, akkor nyilván az előző pozícióról fog téged betartani. Viszont, tegyük fel, fogod, kilépsz, oké, elmész aludni, másnap a telefonod elő se kell vedd, hiszen a telefonod akkuntjával be tudsz lépni a számítógépre, és a számítógép ugyan onnan abból a picit tized centiméterre fogja neked folytatni, ugyanaz a küldetés, ugyanaz a helyisége, minden ugyanaz lesz, mint akár a telefonodon. Meguntod a gépen, semmi gond, menj be a szobába, csapd elő a telefont, és ugyanott tudod folytatni, ahol a gépen abba hagytad. Szóval szerintem ez benne egy... Ez nagyon jó, hogy egyszer össze van szinkronizálva. Úgyhogy lépjünk is be, hogy mi és miről is van szó, mit magyarázok már egyébként már 4 perce, ma lassan már 5. Úgyhogy nézzük is meg ezt a játékot. Én most direkt egy másik akkunttal léptem be, hogy az elejéről lássatok az egészet, hogy miről is van szó, ilyen kis kedv csinálónak. Utána meg fogom szerintem nektek mutatni, hogy milyen az én most már, kicsit már jobban már felturbózott karaktereim. Ebben a játékban azt kell tudni, hogy mivel
ez egy single player egy darabig, úgy tudom, a 16-os szinttől lehet, jelenleg most a fő karakterem úgymond, 14-es és a 14-es fél, 14-es szintű és 16-os karakter, szintnél lehet már ugye másokkal együtt kóban játszani, illetve azt hiszem akkor lesz multi, de ha jól elolvastam a fórumokat meg a játéknak a leírását. Nos, igen, basszus. Azt elfelejtettem, hogy igen, ez az egy kis egyeszintű kis karakter egyébként itt a városban. Azt lehet látni egyébként, láthatjátok igazából, hogy aki esetleg játszott a Zeldával, ha nem is játszottok a Zeldával, ez a hely egyébként nyílt világú, tehát oda mész benne, ahova akarsz, nincsen megkötve. Jelen pillanatban ennyi az a terület, amit igazából látsz, és nem is látsz egy darabig, igazából nagyon kevés ideig többet, de jönnek azok a különböző feladatok, és hát a térkép össze-vissza kell görgetnem, de nagyon nagy lesz. És ez mind szabadon bejárható egyébként. Úgyhogy szerintem kezdek egy teljesen vadonatújat, csak a kedvetekért, és hogy akkor az elején, mi a történések menete, azt is igazából el fogom mondani. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. No, igen, szóval azért nem szólaltam meg eddig, mert szerintem nagyon fontos, hogy lássátok azt, hogy ez a leges legelején, annyi a gyors a lényeg, hogy a csaj, illetve a srác, ugye világutazók, és ugye egy olyan világban rakettünk, nem tudunk tovább menni. Viszont megjelent egy ilyen, hát hogy is mondjam, istenség, mondhatom igen. Az elején lehet ugye a lányjal lenni, vagy a fiúval egyébként lehet választani, melyik ikret, mert ugye ikrek, melyik ikret választjuk. Ugye én ugye a legelején ugye lehet, és ugye nem a számotokra mi a fontos, én a lányt választottam, de a történet szempontjából konkrétan nem módosul az, hogy most a fiúval vagy a lányjal leszel. A te érzésed dönt, hogy mivel akarsz végigvinni. Én nyilván lány vagyok, én a lányt választottam, úgyhogy nézzük a lányt. És ugye itt be kell írni a nevünket, ugyebár egyből nekem az, hogy Miharu, nyilván konfirmáljuk. Konfirmáljuk? Ether! És elragadta ugye a testvérünket. The god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. Elvesztettük az erőnket, úgyhogy az Isten elvette a testvérünket, a bátyánkat. We are now trapped here. Vagy öcsénket, mindegy. Ikrek. Az az 5 perc nem számít. Vagy néha nagyon számít. Egy hány évvel ezelőtt volt itt? Volt ez, ugye nem tudja. Igazából sok-sok éve volt már ezek szerint. De ugye meg kell találnia. És kihaláztuk azt a kis mini Pokémont. Hely, majd csak így hívom a kis csajt. We should head off. Let's get going.
Hát szomorúan elvesztettük az erőnket, így van. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezt lássátok, hogy mi az, ami történt igazából már a legelején. Azt láthatjátok, hogy fönt elég rossz MS-sel vagyok jelen pillanatban, 148. Az igazából azért van, hiszen megpróbáltam újraindítani a játékot, újat kezdeni, de nem tudtam, vagy én legalábbis igen vagyok a béna gyerek. De hát ezt már... Szóval... Szerintem nagyon jó az, hogyha bemész a vízbe, akkor igenis vizes vagy. A játék nem úgy tűnik, mint hogy rajzolt lenne, de mégis kicsit olyan beütése van az embernek, viszont a karakterünk, hogyha rámegyünk, most rá lehet ugye teljes mértékben közelíteni, akkor full ugye ez az animés beütéssel rendelkezik, ami szerintem egyáltalán nem zavaró, sőt, nagyon jót tesz egyébként neki. Ugye ezek egy ilyen teleportpontok, ahol ugye fel lehet venni ezeket nagyon fontos felvenni, mert hogyha utazol, már pedig majd látni fogjátok, hogyha utazol, már pedig fogsz nagyon sokat, akkor ezeket érdemes, sőt, a térkép is jelzi, hogy hol van, és érdemes ott elgyalogolni, legalább addig, ameddig ezt fel nem vesszük. Ha valaki egyébként úgymond zavar... Itt még elég gyorsan lépünk szinte, de higgyétek el, a küldetések ilyen 100 XP-ket adnak, szóval nem valami nagy... Szóval az MS-re visszatérve. Igazából ebben a játékban mindent meg lehet mászni. Nincs olyan egyébként, amit nem. Sőt, nincsen. Fel lehet menni az összes házra, majdnem az összes házba is be lehet menni, szóval... Szerintem nagyon-nagyon jó lesz itt. A játék az nem kicsi, azt mindjárt látni is fogjátok. Persze az előbb próbáltam mutatni, de... És nekem ezért van nagyon-nagyon zeldás érzetem, hiszen amikor a Link ugye kijön a barlangból, az játék is leges-leges legelején, akkor kiáll egy szírtre, és a szírten elénk tárul az összes... Minden világ. A világunkról lehet látni, hogy hova megyünk. Ők a szélisten. A szélistent egyébként tisztelik. Mert a szél is nekik a szabadság jelképe. No, és akkor itt vagyok. És a MS-re visszatérve igazából azért ugye kicsit rossz, mert mivel nem tudtam új játékot kezdeni, azért kételem voltam átmenni amerikai szerverre az európai helyet, úgyhogy most egy amerikai szerveren vagyok, úgyhogy... 1000 milliárd szor érte. Fontos egyébként a játékban mindent, amit csak látsz, felvenni, kutatni, nem tudom. És annyira-annyira, lehet, hogy nekem annyira nagyon azért tetszik ez a játék, és azért ragadott magával, mert a Zeldát oda-vissza imádtam. De nagyon. Úgyhogy, de ahhoz képest, hogy amerikai szerveren vagyok, de ahhoz képest nem is olyan rossz. Sőt, nem is érzek semmi változást. És azt ugye azt ne felejtsétek el, hogy ez telefonon is játszható, szóval csak hajrá. Telefonon egyébként is játszom, már amikor ugye lusta disznó vagyok, ugye felkelni és beülni ide a gép elé, de ritkán, mert nekem a gép az sokkal kényelmesebb, mint a telefon, hát persze a telefonom az nem kicsi, akkora lassan, mint a fejem, de azért nyilván azért az aksit azt meríti, elég szépen tudja meríteni, mert egy hatalmas nagy játékról van szó, de nem kell megijedni, szóval nem olyan vészesen meríti esetleg, mint a olyan Pokémon Go-szerűen egyébként. Teljesen. Érdemes egyébként, ha valaki szeretne telefonon játszani kicsit, akkor érdemesebb hozzávenni egy ilyen kis hűtőt, mert a telefonok nagyon szépen be tudnak melegedni, nem lesz bajuk, csak azért, hogy
ne okozzon esetleg kellemetlenséget, ne akadjon meg ilyenek. Úgyhogy nagy, szerintem fontos, hogy a telefon megfelelően tudjuk hűteni. Gépek esetében, meg laptop, ugye, na, számítógép esetében, illetve a PC esetében ilyen, nem lesz ilyen probléma. Szerintem. Ha bár órákat eltöltöttem múltkor is telefonon, és nem volt semmi gond. Szóval, igen, szóval a játék, hogy valaki egyébként zavar az angol szinkron, akkor ugye természetesen lehet változtatni a szinkront. Nekem jó az angol, szóval nekem az jó, de látom, hogy mások játszanak esetleg japán nyelven, vagy kínai, stb. A japán az egész jó, sőt, ugye hát ez egy... azt hiszem, japán? Nem, kínai játék? Na most ezer milliárd szor értem, mert elfelejtettem, de hát... mindegy. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Szabadságvárosa. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Oh. Okay. Egyébként a csajnak, én elneveztem egyébként az utolsó léghajlítónak, ő az avatár, mert igazából a képesség az, hogy a szelet tudja uralni. Na már most azt viszont tudni kell, én ezt nagyon-nagyon csipázom, hogy amilyen elementtál találkozik. Na szóval, csak a saját mindig bele magyaráz. Szóval, a lényeg az, hogy amilyen elementtel találkozik, akár jég, akár elektromosság, tűz, stb. Az konkrétan hatással van, és az felerősíti, tegyük fel, és akkor az a saját azokat is el... és ugye mindent fel lehet venni, ugye lehet ugye egyébként, de tényleg akár csak a Zeldában mindent lehet. Na. Szóval. Ha nem tartom hogy az alt billentyűt, akkor itt lehet szépen itten kattingatni igazából bárhova. Aha. Már az achievementet már, egyébként nagyon sok achievement van, amiket el lehet fogadni, ezeket ugye szépen gyűjtögetni is kell. Nagyon sok... oh, wow. Van hangja bőven. Ezeket csak most végig kattintom. A játék egyébként ingyenes, mint mondtam, viszont... amit itt nem katítottam végig? Uh-huh. Szóval, mivel ingyenes a játék, ezért ebben is, mint bármi másban, vannak mikrotranzakciók. Oh. Megkaptuk a négy csillagos szárnyunkat, és most már tudunk repülni is, mert hogy az csodálatos. Ja, jó. Ó, kaptunk egy csomó pénzt, pörgetés, azt mondja, meg is tudom, hogy egyébként hogy ezeket kell általában ezeket kell fizetni. Úgyhogy csak, hogy térjünk rá erre a dolgokra. Persze még mindenben ugye vannak, kiválasztjuk a születésnapunkat. Ezt be lehet szépen álligatni. Nem tudom, hogy miért fontos ez, de oké. Okay. Én azért beállítottam, mert miért is ne. Lehetnek különböző karaktereink, majd mindjárt mutatom, hogy micsoda, de ugye annyi, hogy el akarjuk jutni nektek a városba, hogy lássátok mégis, hogy hogyan tevődik össze az egész dolog. No. Egyszerűen zseniális. Ha. Na,
És ugye ebben is vannak mikrotranszakciók, mire is értem. Tehát mivel a játék ingyenes, ezért lehet venni benne pörgetéseket, és a pörgetésekből lehet karaktereket kipörgetni, amit a játék során tudunk igazából használni. Egy csak megmutatja, hogy a játék egyébként még akkor kezdő, vagy akkor megmutatja, hogy hogyan lehet... felvesszük. Ebben egyébként már egyből oda is lehetne menni, és lehetne csatázni is természetesen, de azért követjük végig az utat. Ohoho, már... Így van. We must proceed with caution. Az már érdekes lesz majd igazából felfedezni. Na. Érdemes egyébként mindig a tűz mögé állni, ha hasonló esetek vannak, mert jobban... A tűz is egyébként, az nagyon-nagyon segítségünkre lesz. Ha mondjuk ilyen helyzetek vannak, vagy hasonló ilyen elementál gyönyörűségek. Annyira Zelda beütésem van, hogy egyszerűen nem tudom nektek ezt konkrétan elmondani. A Zeldát is mondom, töviről hegyire végigjátszottam már, és nagyon-nagyon tetszett, és... Nagyon-nagyon élveztem azt a játékot, és természetesen annak is megveszem a következő részét is. Érdemes ezeket a kis... van itt minden, van itt is, ott is, mindenhol van láda amúgy. Konkrétan annyi ládát elhelyeztek a játékban a fejlesztők, hogy ez hihetetlen. Folyamatosan csinálják ezeket a különböző kontenteket bele. Tehát értem azt, hogy az én a másik karakteremmel... csak beérkezem nektek a városba. Ugrok, hogy elérjem az almát. Szóval... Ja, erre kell menni, bocsánat. Az nagyon tetszik egyébként, hogy akárcsak a Zeldában, hogy a fű leég, stb. Stb. Tehát azért elég kemény. Egész jó. Sőt, nagyon jó. Ha amit lerombozok, az le is rombolódik, kész. Tehát az úgy is marad. A fű leég, akkor majd csak később nő újra. Nagy sárkány. Nem volt pici. Egyébként nekem a sárkány nagyobbnak tűnt, amikor elrepült fejünk fölött, de itt kicsit... Na mindegy. Üsse kavics. Most kicsit túlnyomom. Nagyon sokat tud... Ami még kicsit hátulütő számomra, hogy nagyon-nagyon sokat tudnak beszélni. Eszméletlenül sokat. Tehát a sztori egyébként jó, tehát érdemes esetleg, aki... el akarja olvasni, úgymond. Egy apró cseprő részletet azt elolvashatja a sztoriban, meg a történéseket, de amúgy is tudni fogod, és érteni fogod a sztorinak a lényegét. Igazából. És már idézésen egyből rank 3-asok lettünk. De ez ugyebár hát nem jelent semmit. Itt még nagyon gyorsan fejlődünk, de azért nem egyszerű befejlődni egészen a... Következő karakterünk. Ő egy tűzelementalista csajszi. Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me.
And this mascot, what's the deal with it? I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe. A beszéd az, ami nagyon sok. Not sure if I can trust you two just yet. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies. Strange yet respectable travelers. That sounded so fake. Egyébként át lehet ugrani. Szóval nem probléma, nem kell végigvárni, míg teljesen végigmondja az egészet. Na, itt van legalábbis, ezt akartam nektek megmutatni, hogy itt van a következő karakterünk. Nos. Megnyomtam a kettes gombot, igazából a telefonon viszont az a legegyszerűbb, hogy... Suspicious travelers, what are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What is that? No. Lényeg az, hogy a karaktereknek igazából lehet berakni ilyen erősítéseket, amiket az út közben igazából találunk. Ezeket érdemes is, mert nagyon-nagyon hasznosak. Továbbá, ugye lehet berakni fegyvereket, ugye, amiket találtunk szintén út közben, hogy erősebbé váljanak természetesen. Itt még nem szerintem... Lehet azokat erősíteni is, de ezeket mi nem találtunk. Egyébként ez a karakter, amiben most vagyunk, ezeket szépen lehet váltogatni az összeset, szóval ezzel nem okoz problémát egyébként a játékban. Sőt, a játékban egyszer itt nekünk egy jobb oldalt, most jelenleg kettő van, ugye a saját ugye a fő karakter, amiről ugye a fő sztori fog szólni, illetve feltesen kapunk majd csapattársakat, aminek mondjuk tegyük fel a váltakozásával, mondjuk csinálunk egy ilyet, és akkor így... És hogy fontosan lehet őket váltogatni így vissza. Hát ő egy másodperces ugye, töltési idője az van, de ettől függetlenül... Ó, hoppá. Tud ilyet is, igen. Az összes karakter egyébként. Ennek a karakternek az Setmannek a képessége itt igazából, hogy mivel tűző képessége van, nagyon erős lesz egyébként az elkövetkezendő... Jó pár kaland során, úgyhogy persze meg fogunk ismerkedni akinek. Na például itt például nem lesz hasznos ez, hogy neki a teki tűz képessége van, mert igazából gyengébb a tűz. Mindjárt. Immun is, mint láthatjátok, ezért nekem a szelet elővesszük. Én az utolsó léghajlító. Úgyhogy persze minden egyes leszek egyébként ilyenből jég, mint mondtam nektek, áram, stb. Ilyen kis mukik. És ugye lesznek olyan karaktereink, ahol szintén ugye jeges képességekkel rendelkezik, lesz olyan karakterünk, ahol... hova kell közben, még húzom, hogy rázok. Szóval igen, lesz olyan karakterünk, ahol ugye... A szelet azt szerintem jelenleg még csak egy ilyen karakterem van, a fő karakterem, aki a szelet tudja irányítani, de az összes más karakternél viszont ugye különböző elementálok jönnek. Mint mondtam, ezeket nagyon érdemes összeszedni, úgyhogy ezeket viszont... These monsters have been getting too close to the city recently. So what you can this time is to clear out their camp. Kipisztanunk ezt a kis campet, kis mi ez? Tudom, pedig magyarul. Mindegy. Azt leszedjük. Hmm.
Igen, viszont az az nagyon fontos, hogy nem menjetek túl messzire a tábor. A tábor? Uh-huh. Camp tábor, oké. Okay. Érdemes az egyébként ezeknek a karaktereknek a kombóit összerakni. Mert egyébként lehet, nagyon-nagyon jó, nagyon kombós tud lenni. Ebben kicsit azért gondolkozni is kell a játék során. Úgyhogy de ez nem probléma. Na. Most kicsit átviszem ezt a sok-sok beszédet. Szóval. No, hát egész jó. Na, a lényeg az, hogy érdemes egyébként ezeknek összekombózni a különböző képességét ezeknek a karaktereknek, mert extrém erősek lesznek. Úgyhogy ezt érdemes is. Igazából itt nem éget a tűz, meggyújtottam a kis csajjal, szóval nagyon jó képessége van. Lesz egyébként olyan, ami vízképességű, az a healer. Nagyon-nagyon-nagyon hasznos tud lenni egyébként a vízképességű. Például, amit most láttunk egyébként, azok a kis tűzgömb golyócskák, amik előjönnek a földből. Az is hasznos egyébként, ha majd fent, amikor tudunk majd repülni. Tudunk majd repülni, akkor így lecsapódni nagyon jó. Vagy lesznek például mondjuk szikla, ilyen kő, vagy ilyen földképességűek. Szóval azért persze a világ nekem nagyon Zeldára hasonlít, tehát tényleg oda mész, ahova akarsz. Az biztos egyébként, hogy Zelda az nem most lett kész, hanem 3 évvel, most már lassan 4, Van már 4? Üssekavics. 3-4 évvel ezelőtt jött ki a Zelda, jól emlékszem, akkor talán most már 4 is. Úgyhogy ahhoz képest a grafika az némelyik, mondom, haja az a Zeldára, a Breath of the Wild-ra, de egyébként látszik egyébként, hogy módosítottak, tehát sokkal azért szebben sikerült egyébként ez a játék, de persze 4 év van közöttük, szóval no problem. A játékmenet nekem nagyon extrémen nagyon hasonlít rá. A szabad nyílt világolva akarsz, ez a sok-sok millió gyűjtögetés, a főzés, persze az eleben nincsen karaktercsere, tehát ott a Linkkel, vagy azt csókolom, old meg. Ebben viszont azt ugye csinálták, hogy rengeteg fajta ugye karakterünk lehet, amiket persze ki is lehet pörgetni. Ha már itt tartunk, akkor már szerintem pörgessük is ki a dolgokat, vagy még nem lehet? Még nem lehet, én nem kaptam meg azt a extra dolgot hozzá, hát most már mindegy. Szomorúan hallom. Na mindegy, hát akkor nem. Rank 4-es, ezt még szerintem nektek megmutatom, ez itt maga a város, szerintem ez nektek tetszeni fog. És azt hinnéd, ez a város kicsi. De nem. Most kicsit tovább viszem őket. No. Na, és akkor végre ugye előkerültek egyébként a... Szóval előkerültek egyébként az a menet, amire gondoltam. Itt most már ugye kaphatunk ugye a küldetéseket, itt a városban is vannak world questek. Egyre több és több world quest van egyébként, és látja, hogy mennyi úgymond cuccot ad érte, stb. XP-t, stb. Viszont ugye vannak ugye a fő küldetések, azokat is nyugodtan lehet vinni, és ugye 16-os szintig lehet szépen velük ugye mendegélni. Úgyhogy most szerintem átérhetünk a... ja igen, és ami a kedvencem a karakternek, ugye vannak szintén különböző képességei, még nekem egyébként a fő karakternek is van ugye fő karakter, hát akivel vagyunk, igazából a fő karakter valóban, igen. Szóval neki ugye van a Q képesség, az a
tehát ilyen tornádot hoz létre, az E az meg egy ilyen kisebb ilyen szél vihart. Vagyis a Wing Blade, tehát hogy mondhatjuk, hát pengék, hát, ja. Egyszerűbb egyébként nem magyarosítani kis mini szélviharra, de mindegy. A Wing Blade egyébként az is jól hangzik, na mindegy. Szélpengék. Jó ez. Kíváncsi vagyok, hogy... Ah, Naruto lettem. Szóval, igen, szóval menjünk át a fő karakterre, ott megtanítom nektek, hogy milyen sok karakter van, és lehet szépen belőlük bőven válogatni, illetve ugye kipörgetni is karaktereket, ilyesmi, szóval van minden ebben, ami csak kell. No, akkor már itt is vagyunk az én fő akkuntomban. Itt már egyébként jó magasra felmásztam, mint láthatjátok, szóval... Ja, már sikerült. Na nézzük is egyébként a térképet. Mint látjátok, én már egyébként bőven elhaladtam. Ugye az első körben ugye itt ezen a területen és ezen a kis szigetecskében mozog. Persze még én sem vagyok olyan nagy, óriási nagy szintű, szóval ahhoz még nagyon sokkal többet kéne játszanom, de azt látjátok, hogy itt még bőven lesz cucc, úgyhogy ahova lehet menni. És ugye ezt... folyamatosan, a jól emlék, egészség. Hát folyamatosan egyébként frissítik is, meg ilyesmi, úgyhogy van benne content bőven. És itt nekem le kellett sétálnom, itt még nem is voltam, sőt, ott sem voltam, még ez egy hatalmas nagy hely. Annyiban jó, hogy tudunk ugye ilyen különböző helyekre teleportálni, ami extrém hasznos. Szóval, ahogy tudjátok, ott azt vegyétek föl, mert kell. Úgyhogy minél jobban. Ezek ilyen dungeonok, még jobban egy kicsit lejjebb mentem a kis részek, ez így eltűnik, viszont itt már előjönnek. Ezek ilyen mini teleport helyek, ugye ezek ilyen challenge-ek, ilyen különbözők, ugye ezeket meg lehet őket nyiffantani, ami értékes cuccokat is dobhat, sőt, meg XP-t, hát ez nagyon fontos. Úgyhogy én ezeket majd még ezeket úgyis még felveszem. Odaig legalább elsőtelek, utána vissza tudok ide sétálni, ahol megvan az abszolút teleport, meg ide is szerintem majd le fogok oda suhanni. Ezek a kis részek, ezek ilyen dungeon-öket mutat, hogy lehet menni. Persze 24-es rank kell hozzá, 14-es vagyok, kösz, hello. Na, viszont nézzük is a karaktereket. Nagyon-nagyon sok... Ah, igen, ez emiatt jöttem föl ide. Ah, mennyi mindent kaptam. Oh. Hello, Dilo. Szóval azért is megyek fel minden jobban, hogy tehát ez egy healer, tehát neki víz képessége van. És ugye tud olyat használni, hogy ha én elhasználom a képességet, akkor az összes karaktert. Egyszerűen ez a hely hatalmas. Tehát ott tényleg oda mész, ahova akarsz. Most egyébként én ott ezen a fán voltam, és ez a fa innen picinek tűnik. Aha, csak szeretnéd. Hatalmas. Viszont nézzük a karaktereket. Tehát... Nagyon sok karakter ugye közül ugye lehet választani. Ugye van, hogy nekem ő most már ő level 20-as szintű. Elég sok egyébként karaktert felhúztam már 20-ra, úgyhogy... No problem. Ugye... És ugye elég igyekeztem ugye a fegyvereket is mindent egyébként felhúzni neki. Ugye itt tűz... Ugyebár ő itt egyébként elektromos képességekkel rendelkezik, a Charles egyébként ugyanazokat, tehát ő is ugye íjász, tehát ugye ilyen képességekkel rendelkezik, mint a kis tűz Charles-ink, úgyhogy nagyon érdemes őt is ugye felhúzni, főleg, hogyha ilyen elektromos képességű karakterre van szükséged. A következő a healer, ugye víz képességekkel rendelkezik. Szóval a lényeg az, hogy egyébként ha honnan kapok a akkor tudnak ilyeneket csinálni. A köve, őt nagyon csipázom, ő egy geo képességekkel rendelkezik, ami azt mondja, hogy föld típusú képességgel, és ő egy tank. Hát ezt a csajt nagyon nehéz lecsapni, nem is csodálom. Egyébként olyan defje van, hogy hihetetlen. Szóval egy kicsit nagyon jó RPG ez a játék, szóval egyszerűen... szintén geo képességekkel rendelkezik, őt kipörgettem, meg amúgy őt is.
Öt is kipörgettem, úgyhogy mindjárt tudom, hogy mi az a pörgetés. Nem tudom, hogy van most már pörgetésem, de mondja, megnézzük. Vagy lehetne igazi pénzért? Természetesen pörgetést. Őt nagyon csipázom, extrém erős tud lenni amúgy a Choicy. Következő karakterünk egyébként... igen, ő az ügyeletes rossz fiú a csapatunkban. Ő folyamatosan egyébként benne van a sztoriban is, a storyline-ban. Ő jég képességgel rendelkezik, erős. Őt még nem igazán használtam, Razor. Neki is elektromos képességei vannak. Hát, no, őt is kipörgettem. Következő, szintén elektromos képességű hölgyeményünk, a fő sztoriban is végig velünk van. Ugye az egyik fő karakter ő a sztoriban, de egyébként bármelyik karakteret ugye felépíthetett és tudod egyébként a játékban használni. Úgyhogy őt nagyon ritkán szoktam használni, mert annyira nem érzem magaménak a karakter, de hát ő se kavics. Ó, neki mi nincs bent artifakja, hát szomorú, nem már. Oh, mennyi van. 5,2, jó. Hát inkább... nem HP, damage kellene. Á, ez kell. Ez jó. De egyébként egy csomót válogatni, szóval... nem... Aha. Hát, gyenge, de majd ebből keresünk, majd ezeket ugye lehet növelni. Na, mindegy, a lényeg az, hogy... kis a tündérkünk hol itt van, hol ott van. Szóval... hogy hogyan lehet egyébként a karaktereket egyébként itt összerakni? Van ez a party setup. Itt egyébként négy különféle csapatot tudsz létrehozni magadnak. Az a baj, egyébként örültem egyébként, ha öt karakter közül lehetne választani. Ugye mi vagyunk az egyetlen szél típusú jelen pillanatban, és ugye az egyetlen víz típusú is a Barbara, akit szintén kipörgettem. Azt hiszem. Na mindegy. És ugye különböző csapat, ez az egyik csapat volt, az harmadik. És itt végig. Például tegyük fel most őt. Őket. Most menjünk velük, mondjuk. Party deployed. Na! Egyébként érdemes egyébként vegyesen összeállítani a csapatunkat, hiszen... akkor még jobban tudják maguk egymást erősíteni. Tehát egy két elektromos ugye felesleges szerintem egy csapatba, sőt szerintem teljes mértékben. Úgyhogy... de azt majd mindenki majd úgy állítja be, hogy igazából akarja. Én úgy állítottam be, hogy... össze-vissza legyen. Én ezt a csajt nagyon imádom. Vagy hogyha hosszú nyomod a képességet. Bezony, nem semmi a kis csaj. Úgyhogy mondjuk is egy kis bemutatót. Oda kéne elmennünk. Hát itt át kéne menni mondjuk oda. Azt fel kéne szedni. Hű, az meg hol van? Most tukos komoly, ott van arra a susnyába. Híha. Jó lesz. De hogyha elcsesszük, akkor igazából innen, mondjuk innen folytatjuk, azt oda vigyünk. Na nézzük. Tudunk egyébként repülni. Ez nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon fontos. Viszont azt ne felejtsük el, ugyebár, hogy ahogy látod egyébként ez a sárga vonal azt jelzi, hogy egyre jobban megy lefelé a... úgyhogy ha az elfogy, akkor lezuhanunk a P-be. Úgyhogy mondom, ez... oh, challenge. Láda. Ereszkedjünk lefelé szépen. Ha elnyomod a képességet, akkor simán csak lecsattan, szóval nem lesz probléma, hogy lezuhan. Ezzel ki lehet bekkenni a zuhanás képességet. Egyébként, ha nagyon magasról esik, akkor igen. Oh. Hát igen. Ennél az esetnél van az, hogy van egy ilyen jégvirágod, nem tudod megsemmisíteni. Hát, mit kell ilyenkor csinálni? Keresni kéne egy olyan...
képességűt, ami ugye meg tudja sebezni ezt a jégvirágot. Hát nyilván a tűz lesz majd egyébként. Ellenáll mindennek. Szóval, hogyha fogod magad és rossz csapatot választottál, ahol nincsen benne ugye tűz képességű karakter, hát akkor szívod a fogad, hogy akkor kezded nem előről, de akkor mondjuk le kell váltanod az egyik ugye karakteredet, hát ami nem hátrány azért néha. És már kész is. Szóval Amber csatlakozott hozzánk. Ez egyik elképessége, nagyon cuki, csak ez robban. Elterelje egyébként az ellenségek figyelmét, és robban. Na mindegy, ó. Szóval, mondom, ez a játék... elementál. Challenge-et lehet startolni, hajjaj. Ezek általában a challenge-ek elég nehezek szoktak lenni. És... azért óvatosan velük. Ez pont tűz, ez pont neki való. Itt kicsit megpihenünk. Aha, aha, ott is egy challenge. Hát van itt bőven challenge, úgy látom. Lehet gyorsúszni, de akkor elfáradunk. Na nézzük csak! Kis csatába érkeztünk, gyerekek. Oh-oh. Az olyan, minél több karakteret teszünk ilyen izét. Annyira kicsit ellenállóbbak, mint gondoltam. Aha. Okay, no problem. Akkor csapattaktikát váltunk. Okay. Van nekünk egy kis cuki. Elektromos madárkánk, aki lövöldözi őket. Na nézzük csak a Q képessége. Javaszhatom egyébként a saját karakterünket. Na nézzük csak a kis healert. Mit tud összehozni? Csillagszórás! Értem. Aha. Hát jó. Persze. Vegyük elő az ügyeletes rossz fiú. Ah, nem tudunk addig karaktereket váltani, hogy partit cserélni. Na jó. Oké. Okay. Ellenállók lettünk, jól van. Jaj, nem nyomtam a gombot. Hát igen, vannak még ilyen. Ó, az felfogja ízét a lövéseket. Na várj, csak lőjél már még egyszer, Lici. Szóval ezek lövések ellen jó. Hát ezt... anyá, bekrossz nagy tök. Húha. Na mindegy. És oké. Menjünk nekem akkor az óriási bossnak. Jó van, de az karaktereket kell cserélni, mert ez... ez a csapat jelenleg még nem lesz tak... a favorit, the best. Aha.
Ez egész jónak tűnik. Tankkal, de nincsen healerünk. Akkor nem jó. Itt nincs tank. Kell nekünk vajon tank? Lehet, hogy nem átadom, nem? Esetleg tankot is helyette mondjuk egy elementált. Na nézzük Noellel, hogy alakul a helyzetünk. 25-ös. Jó, mi 20-asok vagyunk egyébként. 5 szinten nagyobb, mint mi. Oké. Okay. Gyere te. Hát ez félrement. Ez egy víz. Hű. Oké. Oké. Hey! Hát én is azt mondom, hogy hey! Ki kell ülni a szemét. Most valahogy megállt. Oké. Okay. Elnyomtuk rá két ultit is. Hű, ez nagyon jön. Hát maradjál már magadnak meg. Jaj, ne. Kezdi. Húha! Na je. Jó a healer, mert... healeri föl. Oké, jó lesz. Késő. Na jó, bedurgatjuk a tankot. Jó, ez kell a healernek a képessége. Mindenkit felhílelt, egy izé csapásra, jó lesz. Baszki. Nem működik ez mi? Na jó van. Még megint? De... kell ez a healer nekünk. Oké. Oh. Mekkora pofon nyomott oda? Hallod? Ó, oh, kevés ideig nyomtam ezt a Windblade-et. Á, ah, már megint! Aztán meghalt. Kapom belőle egy kis pénzt, meg ilyen kis lófittyet. Jó van. Csak azt akartam látni, hogy még én sem vagyok profi, hogy az, hogy különböző karaktereket így váltogassam. Megpróbáltam ugye felgyújtani, de hát félig sikerült, félig nem. De nagyon rá voltam koncentrálva, hogy sikerüljön, szóval.
A lényeg az, hogy szerintem ez a játék fantasztikus számomra, legalábbis engem nagyon le tud kötni. Nem játszottam még, nem azt mondom, hogy hasonlóval, mert hasonlóval persze az Zelda Breath of the Wild, igen. Viszont úgy, hogy a karaktereket ugye kell váltogatni, és hogy azoknak adja a különböző képességét ugye összetéve, sok nagyon jó kombó és nagyon jó ugye taktikot lehet kialakítani azzal, hogy a különböző ellenséget hogyan kell őket legyőzni, és ugye ezzel gondolkodásban rendesen tud segíteni. Nagyon jó probléma megoldó egyébként ez a játék, ha úgy veszük. Akár annak is vehetjük. Aha, ott egy csaj, aki ellopta tőlünk az az izét. Na, teleport végül is felszedve. Jó, hát akkor igazából ennyit akartam nektek mutatni ezzel a játékkal kapcsolatban. Én remélem, hogy nektek igazából megtetszett, mert be akartam nektek azért is mutatni. Hú, mert nekem számomra ez egy nagyon jó játék, és igazán mondom, órákig el vagyok vele, de ez lehet, hogy csak én vagyok, nekem tetszik így ennyire. Én nem tudok rosszat mondani jelen pillanatban, várom egyébként, hogy 16-os szintű legyek, és hogy tudjak egyébként kóba játszani, illetve ugye tudjunk multizni. Hát, hogy ez mennyire lesz jó, azt majd a későbbiekben kiderül, úgyhogy hát igazából nem tudom, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek ezt. Remélem, hogy tetszek nektek, és találkozunk is legközelebb. Ha meg akartok egyébként ebből mondjuk különböző videókat látni, hogy én hogy fejlődök, hogy haladgatok, akkor szóljatok bátran, mert én most ezzel fogok tovább játszani. Úgyhogy további jó játékot nektek, és mondom, próbáljátok ki, töltsétek le, ha nem tetszik, max letörlitek. Ennyi. Úgyhogy további szép napot, köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek. Sziasztok!